Sziasztok! Köszöntelek titeket egy újabb videóban, és meg fogom most nézni ezt az új versenyt, ami a szerdai frissítés során bekerült. Ha egy kicsit taknyos a hangom, ne haragudjatok, érte, lehet, hogy kicsit megfáztam, legalábbis én úgy hallom magamon, hogy egy enyhe orrhanggal rendelkezem itt per pillanat. És Petúniának lett most egy új versenye, hát idézőjelben új, ilyen régi új versenynek számít, és azt hiszem ez is csak ideiglenesen lesz bent a játékban, hogyha a sejtései nem csalnak, úgyhogy minél előbb igyekszünk megnézni. Még mindig a marvarimmal szenvedek, az első marvarimmal. Sajnos tesz róla az életem, hogy ne sikerüljön kiedzenem, viszont most már, ha minden igaz, akkor kicsit stresszmentesebb és nyugodtabb életem lesz, hiszen hála az égnek, 2 év alatt sikerült letennem végre a forgalmi vizsgámat, úgyhogy ez nekem nagyon sok stresszeléssel és aggódással és mindennel tele volt, úgyhogy most legalább már ennyi könnyebbség van az életemben, hogy nem kell órákra járnom, nem kell aggódnom és stresszelnem fölöslegesen. Úgyhogy most, hogy ez megvan, és végre elmondhatom, hogy van jogosítványom, így kicsit nyugodtabban élem a mindennapjaimat, így vidámabb tartalmakat tudok majd gyártani, mert ami azt illeti, eddig igazából nagyon sok mindenre kihatott nálam ez a dolog. És hát a videózásra is természetesen. Na mindegy, nézzük akkor, hogy most ezzel mi a helyzet. Én vagyok a Petúnia, az Eponai Boldog Lovas Klubból. Jövő héten Buvistában egy lovas tusa versenyen veszek részt, és Rose Beef Wolf-val a legjobb formában kell lennünk, mivel a mi klubunk főleg az izlandi ponikra koncentrál, nincs sok díjugrató felszerelésünk, ezért jöttem ide a Jorvik Lovardába, hogy a legjobban edzek. Herman segített felállítani egy díjugrató tanulópályát, és a méltányosság nevében mindenki szabadon használhatja, de csak ezen a héten. Bónuszként pedig Bulldogs módra edzhetsz Jorvik legjobb zenei sztárjának időtlen ritmusaira. Jaj, ne! Nem, raptorozni nem fogunk, ne haragudjatok. A hip-hopnál nincs is jobb módja annak, hogy ugrásra bírd a lovad, nem? Sok szerencsét. Hát, de van jobb módja. Jó, én inkább a saját zenémet raknám alá, hogyha nem haragszol meg. Ha megharagszol, akkor is a sajátomat rakom alá, jó? Na nézzük ezt a pályát. Jaj, de hiányoztál már. Hát nem most vittük végig. Lényegében? Aha. Oké. Megpróbálom bememorizálni ezeket az útvonalakat, de az a baj, hogy olyan rövid ideig vannak bent, hogy nincs időm bememorizálni, mert csak azért sem... Igen. Mert csak azért sem, mert hogy mire eljutok odáig, hogy egyáltalán megnézem, addigra gyakorlatilag szinte már ki is veszik a játékból, szóval ez nem túl biztató ilyen szempontból, de én optimista vagyok, és megpróbálkozom vele. Aha, oké, aha, jó, oké. Rendben. Hoppá, ezt elrontottam, mindegy. Mondjuk igazából a Star Stable PC után ez már egy igazi felüldülés egyébként, megmondom őszintén. Azt is már szeretném folytatni, úgyhogy remélem, hogyha ezt a videót megcsináltam, akkor utána lehet, hogy nekiállok. És össze fog jönni. Remek a formát, Beatrice, úgy látszik Wonderstone meg te már ugrottatok azelőtt. Persze mindig van hová fejlődni. Amíg a tanulópálya itt van, addig naponta egyszer edzhetsz itt, úgyhogy mindenképp gyere vissza majd, és próbáld újra, hogy jobb időt szerezhess. Addig is Raptor halhatatlan szavaival élve, hey jó. Na jó, ezt még egyszer megcsináljuk, de csak azért meg kell az XP. És kaptunk egy ilyen szalagot, amit hát most nem fogok fölrakni, mert hogy... verseny közben vagyunk ippeg. Na most megpróbálok egy kicsit trükközni. Bár már elfelejtettem, opa! Bár már elfelejtettem az útvonalat. Azért mondom, hogy nem tudom bememorizálni mindig, hogy mikor hova, de aztán most itt jobbra, aha. Aztán most itt jobbra kell menni, itt pedig, aha. Igen. Oké. Meg lesz.
Jó, azért valami már dereng. És azt hiszem itt oda kell menni előre. És itt azt hiszem itt vége is. Ah, ez az most nem rontottam el. Új domtető bajnokság. Ó, 10 perc múlva. Azt a... Hát mondanám, hogy elmegyek, de nem emlékszem már az útvonalra sem. Azt kicsit tanulnom kéne. Egyébként... egyébként azt hozzá szeretném tenni, hogy... hogy olvastam a cikket. Cikket? Idióta. Szóval, hogy olvastam az egyik frissítésben, hogy... hogy most több bajnokság lesz. És hál' Istennek most már azt hiszem 8-tól este 9-ig lehet majd menni. Azt hiszem, most próbálom kisilabizálni egyébként, hogy, hogy melyikbe is volt. Megpróbálom visszakeresni, mert azért az érdekel engem. Na igen, itt van. Közkívánatra frissítettük a bajnokság menetrendet, most már a bajnokságok óránként egyszer indulnak minden nap, reggel 6-tól egészen éjjel 11-ig, hogy rengeteg lehetőséget legyen elindulni ezeken a különleges versenyeken. Igen, jó van, akkor jól emlékeztem, hogy ilyen egész napos periódus van innentől. És van nekünk egy új szett, ami az üzletben található, bár már biztos megnéztétek, mivel hogy ugye Szilvikének szokott csak lenni ilyen fázis késése. Most nem tudom, hogy ez a Marvanin mennyire mutat jól, megmondom őszintén, fogalmam sincs. Tehát ő lenne az, ha minden igaz, és van hozzá egy ilyen lábvédő, meg egy ilyen nyeregtáska. Csak ha jól látom, igazából semmi pontot nem ad. Úgyhogy igazság szerint ki is lehet dobni a kukába, valamint a izét. Ezt a hámot. Úgyhogy én ezzel nem is foglalkoznék. Viszont, amit a lovasra adnak, azt, hogy a képen elnéztem, egész jól nézett ki. Hát, hogy mondjuk jó drága is. Na, hogy nézünk ki benne? Sukárok vagyunk? Hát... szódával elmegy, de szandázokni. Jézusom, mi ez a szandázokni? Akkor már inkább ebbe. Ez mi? Black Bart csizmája. Az igen. Jaj, van nadrág is hozzá. Uah! Ezzel. Uaj, fúj, nem, inkább így. Jézusom, ez egy regusztustalanabb. Na jó van, oké, ezt én nagyon gyorsan eltemetem magamban, még csak ennek a gondolatát is. Fúj! A gyerekek a hideg kirázott ettől. Na, viszont más frissítés most jelenleg nem tudok bemutatni nektek, hiszen hiszen ennyi volt. Ez a szerdai frissítés most jóformán erről szólt. És nézzük meg a jövő hetet. Hát persze, el is felejtettem, gyerekek, hát szülinapozni fogunk, hiszen itt van az október, kíváncsi leszek. Írjátok meg nekem, hogy milyen születésnapi videót csináljunk. Tehát valami, nem tudom, lehet, hogy valami közöset kéne. Nem feltétlen a Star Stable-nek címezve egyébként, csak hogy szerintetek hogyan ünnepelhetnénk meg a Star Stable 9. szülinapját az én csatornámon. Most más nem akarok belevonni ebbe. Úgyhogy írjátok meg nekem kommentben, hogy szerintetek mit csináljunk a csatornán, amivel megünnepelhetnénk. Nem tudom, csináljunk egy felvonulást, vagy egyéb. Konkrét ötleteket nem akarok adni, kíváncsi vagyok rá, hogy ti mit írtok. Úgyhogy el fogom olvasni majd a kommenteket. Nem azt mondom, hogy rögtön, de majd igyekszem. És akkor meglátjuk, és akkor lehet, hogy csinálunk egy ilyen szülinapos valamit. Ilyen kis megünneplés, meg kis nosztalgiázást, hogy kinek milyen élményei voltak, meg vannak a játékkal kapcsolatban. Úgyhogy én mára elköszönnék tőletek, hiszen még egy Star Stable PC is vár rám. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és legközelebb majd érkezem. További szép napot nektek, sziasztok!